Sziasztok, hello, vizuka, pityuka, sütyuka. Ebben az adásban, figyelj, olyat fogok mutatni, amivel még pénzt is tudsz csinálni, érted? Na jó, figyelj, kocsmai fogadásról van szó, nagyon egyszerű a dolog, 100%-ra tegyered az egészet. Na hát akkor fogjuk is hozzá nagyon gyorsan, hogy ki kivel van. Van nálam itt egy papírdarab, ez fogja a pénz szerepét betölteni. Van itt egy piásüveg, amit minden kocsmába megtalálsz. Ha nem, akkor nagyon keresgéljél körbe. Na, mi a feladat? Leszeded a piásüveg. Legyél róla meggyőződve, hogy nincs a piásüvegben pia. Úgyhogy kérj a kocsmárostól egy üres piásüveget egy dumóval. Na, megfogod a pénzt. Chávez, ezt kap ki. Összetekered. Szépen. Belerakod a pénzt az üvegbe. Úgy, ahogy van. Teljesen mindegy. Lehet 10 000-es, 20 000-es, 100 000-es, milliós. Tök mindegy, mennyit teszel bele. Csak tedd bele. Na, ha megvan, bezárod a szépen a üveget, és megmondod a kedves barátodnak, hogyha kiszedi belőle a pénzt, akkor ez az övé. Ha nem szedi ki, akkor ad neked 20 000-et, hogy ne aprózzuk el. Érted? Egy 20-ast. Na, adsz neki a srácnak, jobb, hogyha le is írod papírra, hogy mi a tét, a feltétel, mert ezek aztán szeretnek hazudozni, hogy hát ezt nem is így mondtad. Érted? Ha kiszedi belőle, és mondom a szabályokat, nem érhet hozzá se az üveghez, se a kupakhoz. Ez a szabály. Egyikhez se nyúlhat hozzá, de ha kiszedi belőle, akkor ez az övé. Ha nem szedi ki belőle, ő ad neked 20 000-re. Tuti nyerő, öcsém! Mert az a jó Isten nincs, aki kiszedi belőle anélkül, hogy hozzá nyúl a vágod. Csak arra nagyon vigyázz, tuti nyerő vagy, mert még te se tudod belőle kiszedni. Arra az egyre vigyázz, hogy melyik kocsmába játszod el ezt a trükköt, mert a végén még mennyi szurkálhatnak ezért, vágod? Szóval, itt a mai titok trükk. Na, köszike, hogy megnéztetek meg minden. Nézd meg a másik videómat is, hogy hogy ütjek a fityeg. Aztán majd a következő videóban mutatok valami mást.